Október 17-e a szegénység elleni küzdelem világnapja. Ennek aktualitása kapcsán jelentették be pénteken a megyénkbeli Milottán, hogy kibővítik az 1992 óta futó és a szegénységből való kiútat segítő szociális földprogramot. Az elmúlt közel három évtizedben ugyanis azt tapasztalták, hogy egyre többen szeretnék otthonukban megtermelni az élelmiszereket, így a rászoruló családok ezentúl már a teljes portájukat hasznosíthatják az előkertől a hátsó udvarig, a Családi Porta Program című pályázat keretében. Arról szólt a program, hogy egy család egy kis veteményest csináljon, vagy néhány kis állatot tartson, és az egy kicsit hozzásegítsen ahhoz, hogy az ő családi gazdálkodása tehermentesüljön. Magyarul ne kelljen pénzt költeni paradicsomra, paprikára vidéken, meg tyúkhúsra. Viszont a pandémia időszaka alatt egyre többen jelezték felénk, hogy hát ennél többet is lehetne, hiszen a családok otthon voltak, szívesen bevonták volna az egész portájukat. Rendezték volna, rájöttek, hogy hát ennél többet lehet. Tehát lehet gyümölcsfát ültetni, a virágos kertnek lehet örülni, lehet nagyobb veteményes, akár malacot is tarthatnának. A Milottán élő 160 családból több mint 100 vesz részt a földprogramban. Az elmúlt években vetőmagültetéshez és kisállattenyésztéshez kaptak segítséget, melynek hatására a szervezett keretek között sikerült nagy mértékben önellátóvá válniuk. Mi nagyon örülünk ennek, mert a parlagon lévő kiskertek felszántásra kerültek, gyönyörű konyhakertek voltak. Volt olyan hely, ahol a előnevelt csirkét vásároltunk táppal, ott még szaporították is. Mint ennél a portánál is, a három gyermekes édesapa elmondása szerint havi szinten akár több tízezer forintot tudnak megspórolni a saját maguk által megtermelt élelmiszerekkel, arról nem is beszélve, hogy tudják, mit mivel permeteznek, és lényegében, hogy mit esznek. Apró jószágot, csirkét kaptunk, betőmagokat kaptunk, palántákat kaptunk, az apró jószágokat, csirkéket fölneveltük, most tojótyúkként tartjuk őket, még most is, próbáljuk őket szaporítani kisebb-nagyobb sikerrel. Hát a vetőmagokból, a palántákból télére szoktuk tenni tehát a fölösleget, amit ugye nyáron nem főzünk meg. A programba éves szinten mintegy 6000 vidéken élő hátrányos helyzetű ember tudnak bevonni országszerte, ebből nagyjából 2500-at Szabolcs-Szatmár-Berekben. Eddig 39 település volt érintett a megyében, amelyekre közel 40 millió forint jutott. Idén a keretet is megemelték, immár 240 millió forint áll rendelkezésre. A családok a vetőmagok és állatok mellett szakmai segítséget, képzést is kapnak. Azt figyelhető meg, hogy a település vezetői, illetve a pályázatoknak a benyújtói, azok helyi ismeretekre alapozva keresik meg a családokat. A felelősség nyilván az övék, hogy kik azok, akiket érdemes bevonni abba a programba. Mi ehhez még egy szakmai segítséget is elvárunk, ami azt jelenti, hogy mentorálási tevékenységeket is el kell látni. Mint a tájékoztatón elhangzott, a programnak is köszönhetően nincs már akkora szakadék a szegények és jómódúak között, mint korábban. A cél pedig az olló további összezárása. Ami különlegesség ennek a programnak az az, hogy a gyerekek kell, hogy lássák, hogy a szülő otthon gondozza a kertjét, gondozza a kisállatot, hiszen ez kell, hogy generációkról öröklődjön tovább. Az is célja a programnak, hogy a család együtt maradjon, és ezen felül is alakuljanak ki közösségek az adott településen belül. Küldetése továbbá, hogy hozzájáruljon a területi hátrányok mérsékléséhez, a foglalkoztatottság növeléséhez és az életminőség javításához. Noha bevontak ellenőrzésen nem elsődleges, folyamatos az utókövetés a tapasztalatok levonása érdekében.